Kedvelt turistahely Mezőkaszonyban, ahol termálvízben pihenhetnek a strandolók. Kárpátaljára nem csak belső Ukrajnából, hanem Magyarországról is érkeznek vendégek, bár számuk évekkel ezelőtt csökkenést mutatott az ukrán-orosz konfliktus hatására, mondják a turisztikai szakemberek. A kelet-ukrajnai konfliktusig jellemzően a falusi turizmust a magyarországi vendégek vették igénybe, és addig is jöttek ide Kárpátaljára a belső ukrajnai területekről a vendégek, főként a hegyvidéki gyógyüdülőkbe, illetve például ide Mezőkaszonyba a termálfürdőbe. Azonban a kelet-ukrajnai 13-14-ben kirobbant konfliktusnak köszönhetően a magyarországi turizmus akkor egy alább hagyott, féltek ide jönni a vendégek, viszont megnövekedett az ukrajnai belső turizmus. Ennek köszönhetően, hiszen a Krím-félsziget elcsatolásával tulajdonképpen az onnan kieső turistaforgalom az nyugatra, tehát ide Kárpátalja, Lemberg megye és Ivano-Frankivsk megye irányába összpontosított. Jelenleg kezdi visszanyerni a bizalmát Kárpátalja a magyar vendégek részéről is. A kedvelt turistahelyekre egyre többen látogatnak. Ez köszönhető annak is, hogy közel két évvel ezelőtt a magyar kormány és külügyminisztérium úgy döntött, hogy nem veszélyes Kárpátalja, hiszen 1500 kilométerre van ide a kelet-ukrajnai konfliktus, és ennek köszönhetően ugye ez egy biztonságos területté nyilvánította. Illetve különböző támogatásoknak köszönhetően, ugye lásd a Rákóczi Szövetségnek vannak támogatásai a különböző nyugdíjas egyesületek irányába, határtanuló program keretében is számtalan gyerekcsoport, hallgatók jönnek és keresik a kapcsolatokat, illetve felfedezik Kárpátalja szépségeit itt, tehát nagyon sok lehetőség van benne. Kárpátalján mind a természeti kincsek, mind az épített örökség tekintetében sok a látnivaló. A Munkácsi és Ungvári várat sokan látogatják, de Beregszász belvárosa a felújított királyi törvényszékkel is impozáns képet mutat, amiben jelenleg a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola működik.